Nem a látvány, az illusztráció, hanem a belső morál, a belső morálot, ami igazán megragadja a nézőt. A pszichopata fülnyaló tevékenységének indukálódási folyamatának primer egységét alkotja, hogy az aktőr gyermekkori pszichés jelenséget tör elő a filmben. Ez abból adódik, hogy a főhős megrögzött elalvó volt gyermekkorában. Volt neki egy apró növésű Daxley típusú kutyája, továbbá az erisztika különösen fokozottá válik a vallató jelenetben, ahol már-már vertikálisan befejeződne a film, és dramalisztikus elemekkel véget is érne. Mégis úgy döntöttünk, hogy a nézőknek is jó legyen a purla bonnyuk, a fülnyalú elnyeri méltó büntetését. A film lényege ez. Röviden, tömören, remélem mindenkinek érthető volt. Jó napot, nem a szomszéd urat keresünk? Jó napot kívánok. De igen, ismeri ön Mr. Al. Igen? Tröcsvók hadnagy vagyok. Le tudná írni, hogyan néz ki? Hogy ne kérem? Például ez is az ő. Például ez is az ő cicája. Ja? Picit. Cica. Ez egy kicsit finomabb. Például ez is az ő cicája. Az egész team fantasztikus volt. Minden helyzetet meg tudtunk humorosan oldani, nem voltak sértődések és különböző viták. Az egész egy jó buli volt. Elsősorban szórakozás, mint munkát jelentett számomra, és szerintem ez vonatkozik a csapat többi tagjára is. A polgármester, akit alakítottam, egy merev, szigorú, ilyen napellenző sürge, amely gyökeres ellentéte az én valódi énemnek, és talán ezért is az átlagosnál nagyobb élményt jelentett ennek a figurának a megformálása. Látja, mi van a címlapon? Nem. Mi? Mi bizony? A fülnyaló újból lecsapott a rendőrség, ülbetett kézzelül a balévereink, babérjaink. Ki él ezt az aranyér? A pénz. A Sodos Alapítványtól kaptunk egy jelentősebb támogatást. És hála a balassagyalmati vállalkozóknak, akik előteremtették nekünk a fennmaradó összeget. Leleplezzük a fülnyalót. Amikor a rendező elmondta, hogy nekem egy olyan szerepet szánt, amelyben nők fülét kell megnyalnom, rögtön elvállaltam, és azonnal aláírtam a szerződést. Jó? Kis kocsa füldik, beketeket, bakkószos vagyok én, mint a marhára. Rettegésben tartottam egész Texas.
aztán persze, mint minden gonosz, én is elnyertem méltó büntetésemet. Amint belépett a lakásba, elborzott a látványtól, ami fogadta. Mindenütt tócsákban állt a vég, mint eső után a köpenyek. Valószínűleg nagyon gyorsan hajtott a taxis, életveszélyesen. De ez a közlekedésiek dolga. A lakás amúgy üres volt, álnéven bérelték. Arra a határozott meggyőződésre jutott, hogy az ár nem valódi. Mindegyik ujján kezek volt. Ön szerint nem húzatos ez a lakás? A fülnyaló profi. Elvitte az összes ajtót és ablakot, hogy ne tudjuk még melyik eljött be. Csak a konyhával nem boldogult. Talán virágt hagyta meg? Vajon miért? Talán ott jöthetett be. Ön szerint nem húzatos ez a lakás? A fülnyaló profi. Elvitte az összes ajtót és ablakot, hogy ne tudjuk még melyik eljött be. Ön szerint nem húzatos ez a lakás? A fűnyaló profi elvitte. Ön szerint nem húzatos ez a lakás? A fűnyaló profi elvitte az összes ajtót. A lényeg, ami az, hogy volt neki egy apró növésű Daxli márka. Jaj! Úristen, hát ez nem a Péntek Esti Láz nevű zenekar. De ezek ők azok, jaj! Jaj, ők azok, jaj, de jó! Megvannak ők azok. Lebuktak. Egy gyarmaton jutott eszünkbe ez az ötlet, miközben a filmet zenésítettük, hogy mi lenne, hogy a film forgalmazása az úgy történne, hogy a film az csak szöveggel menne, mi pedig élőbe a zenét szolgáltatnánk alá, és ez egyébként nem nagyon voltak még, régen a Chaplin filmeket zongorázták még a néma film időszakban, de hát most ez nekünk eszünkbe jutott, hogy élő rockzenét szolgáltatunk a film alá, és ezt a produkciót szeretnénk majd megmutatni máshol is, ha ez sikerül megoldani. Erről a produkcióról lehetne valamit megtudni, esetleg a címet? Azt hiszem, hogy a film címe, hogy a fűnyaló újra támad. A fűnyaló újra támad? A fűnyaló újra támad. Úristen, gyorsan! Gyors, menjél már!